Madarász János, 6-szoros magyar és egyszeres román bajnok futsaljátékos. 6 alkalommal nyert magyar kupát és 7-szer volt szuperkupa győztes. Egy nagyon sikeres korszakom volt, és irtózatosan szerencsésnek tartom magam, hogy nekem olyan csapattársaim voltak, akikre felnézhettem, és segítették a pályafutásomat, és most felsorolhatnám őket, de félek, hogy valakit kihagyok, és ezért megórulna rám. Borzasztóan elégedett vagyok azzal, amit elértem, és nyilván vannak kupáim, nyilván vannak érmeim, de nem arra vagyok a legbüszkébb, hanem arra vagyok a legbüszkébb, amit az emberek gondolnak rólam. A nemzeti csapatban 128-szor szerepelt, valamint a statisztikák szerint ő érte el először a 100 gólos álomhatárt a válogatottban. 2000-es évek elején ismerkedtünk meg, akkor még egymás ellen játszottunk, aztán 2001-ben lettünk mind a ketten válogatottak, azóta tulajdonképpen egy csapatokba, válogatottba, illetve klubcsapatokba is játszottunk, és igazából Madi egy nagyon karakán ember, mindig megmondja a véleményét, tehát ő nagyon szeretett középpontban lenni, meg hát ő egy vérbeli csatár volt, annak idején azért szórta a gólokat a pályán. Találatai mellett rengeteg gólpassz és jó megoldás fűződik Madarász János nevéhez. De 2011-ben aztán úgy döntött, hogy szögre akasztja a cipőjét, azonban a futszától nem tudott elszakadni, így edzősködni kezdett. Eleinte a Vasasnak és a Dunakeszi Kinizsinek segített be, aztán 2013 nyarán az első osztályú Veszprém futszálklubhoz került vezetőedzőként. Madival le tudtuk rakni az alapjait a futszálnak, tehát amikor elkezdtük, nagy lendülettel, nagy hévvel, megvolt a lelkesedés hozzá, de nyilván nem volt meg a szakmai háttér. Madi érkezésével azért komoly szakmai háttér került a csapatunkhoz, és szépen évről évre építkezve, tavaly évben ugye sikerült elérni legsikeresebb évünket a harmadik helyen és a kupa ezüsttel. 6 sikeres szezont követően azonban a klub és a vezetőedző közös megegyezéssel úgy döntött, hogy külön utakon folytatják a jövőben. Rengeteg örömért, de rengeteg keserűség is, és időnként nagyon nehéz volt, de mellette azt mondom, azt vallom, hogy amit megtehettem a futsal Veszprémért, azt megtettem. A semmiből csináltunk egy olyan csapatot, ami elismert lett Magyarországon, és a tavalyi évben történt meg az, hogy egy másik helyzetet kellett keresnem, egy új kihívást kell keresnem, mert úgy éreztem, hogy bizonyos dolgokban már egyedül maradtam. Madi, ahogy csak a futszál közösségben ismerik, ma már a férfi felnőtt futszál válogatottnál tevékenykedik, és elmondása szerint bizakodásra ad okot a csapat V4-es tornán nyújtott teljesítménye a közelgő VB-selejtezőkre. A fiatal edző jelenleg Turzó József szövetségi kapitány munkáját segíti. Megpróbálom mindig abba segíteni, amiben úgy érzem, hogy nem biztos, hogy jól döntést hozna. Megpróbálok érvekkel alátámasztani a mondandómat, és ő megpróbálja meghallgatni, és a döntés meg az ő kezébe van. Mérkőzéseken is ő vezényli a csapatot, ő látja, hogy mit akar, de időnként felállok a padról, besúgok neki valamit, hogy én úgy gondolom, hogy ezen változtatnia kéne, és hogyha ő ezt a változtatást jónak gondolja, akkor ezt el is mondja a csapatának. A két gyermekes családapa idősebb fia külföldön dolgozik, a fiatalabb viszont egy komoly betegségből lábadozik, ami egy középfülgyulladásból alakult ki. Ahogy teltek múltak a napok, egyensúlyvesztést és észleltem a gyereknél, akkor már tudtam, hogy valami nagyobb baj is lehet, mert ezt elmeséltem az orvosoknak, hogy így nagy baj van, mert már a gyerekem faltól falig megy. Sajnos ez a gyulladás a fülbe hátra ment, ahol van 2 fülnyúlvány, és azonnali műtét várt a gyerekre, meg is műtötték, de sajnos a műtét jól sikerült, de a műtét után a gyereknél találtak a fejébe egy trombózist. Rendkívül nehéz időszakon van túl a család, de még egy MR-vizsgálat hátra van a 3 éves fiú részére. Madi, a nála 9 évvel fiatalabb párjával Veszprémben neveli Márkot, az életre való és vidám közös gyermeküket.
Nagyon jó családapa, szerintem jobban tényleg nem is kívánhatna az ember, mert hiába ez egy közt mondják, hogy ez egy állandó sablonszöveg, nem, ő tényleg egy ilyen, és egy ilyen párra vágytam mindig is, hogy ne egyedül, én legyek csak a gyerekkel, megtehettem azt, hogy ugye a munkám is megengedi, meg hasonló dolgok is eddig megtehették azt, hogy és engedték, hogy a gyerekkel együtt, akár vele, akár nélküle, de mégis együtt tudjuk úgy nevelni, és ez nekem nagyon nagy segítség. Szerintem egy anyukának ez lenne a legnagyobb öröme a világon, hogyha egy ugyanilyen hasonló párra lenne, mint ő. Az egykori harcos támadó a saját csatáit már megvívta, de most a válogatott mellett a fiának van a legnagyobb szüksége a támogatására.